Szivárvány színű zászlót lengetve futott be egy szurkoló a pályára a Német-Magyarország mérkőzés elején. De szivárvány színbe borult München és több német nagyváros, valamint stadionjaik is. Így fejezték ki ugyanis egyetnemértésüket a homofóbnak titulált pedofil ellenes törvény miatt. Ezt Áder János köztársasági elnök egyébként a meccs kezdete előtt nem sokkal alá is írt. A találkozó estéjén a magyar stadionok viszont piros-fehér-zöld díszkivilágítást kaptak. Erről több kormánypárti politikus, többek között a miniszterelnök is posztolt a közösségi oldalán. És eljöttek azok az idők, amikor a magyarok többé nem félnek, büszkék vagyunk rátok, fogalmazott Orbán Viktor. Gulyás Gergely a Kormányinfón reagált 13 Európai Uniós állam elítélő nyilatkozatára. Magyarország visszautasítja ezeket a támadásokat, a magyar törvény semmiféle diszkriminációt nem jelent, összhangban van az uniós joggal, és az Európai Unió alapjogi chartájának szabályozásán alapul. Emellett az EU 27 tagállamából 16 ország vezetője közös levélben állt ki a melegek megkülönböztetése ellen. Orbán Viktor Brüsszelben azt mondta, hogy ő szabadságharcos volt a kommunizmus alatt, amikor a homoszexuálisokat még üldözték. Úgy fogalmazott, hogy küzdött a szabadságukért és a jogaikért, tehát, idézem, védem a homoszexuális fickók jogait. És Arató Gergellyel folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit mondanak a DK uniós képviselője? Mennyire határozott az Európai Bizottság, illetve a többi uniós tagállam annak kapcsán, hogy Magyarország vonja vissza ezt a törvényt? Rendkívül nagy a felháborodás, és hozzáteszem magában az Európai Parlamentben is. Vannak dolgok, amik ma Európában tabunak számítanak. A kisebbségek elleni uszítás az tipikusan ilyen. Ma ezt egy európai ország nem engedheti meg magának, nem csak jogilag, egyébként ebből a szempontból Gulyás Gergely nem mond igazat, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Ez a jogszabály számos ponton sérti éppen az alapjogi chartát és az Európai Unió alapító szerződésének bizonyos második cikkejét, amelyik az Európai Unió alapértékeiről szól, de ezen túl azt a szokásjogot, azt a fajta szellemiséget is sérti, amit ma Európa jelent. Ma Európában nem szokás összemosni a pedofilokat és a homoszexuálisokat, nem, hogy nem szokás, szigorúan tilos, fölháborító, botrányos és elfogadhatatlan. Ugye Gulyás Gergely Orbán Viktor nyomán mindig úgy érvel, hogy itt nem erről van szó, itt egyszerűen a gyerekek jogait védik, 18 év felett itt mindenki azt csinál az országban, amit akar, a homoszexuálisok életében nem szólnak bele, sőt őket törvényvédi, erre hivatkoznak, viszont 18 év alatt a szülőknek legyen joga, hogy hogyan nevelik a gyerekeket, mindig ez az érvelés. Igen, hát ebben ugye az a, muszáj még egy apróságra utalni, mert én azért sajnos már nem vagyok mai fiatal, ezért aztán végigkövettem Orbán Viktor politikai pályafutását. Egyetlen egy alkalomra nem emlékszem, amikor ő például a szexuális kisebbségek jogaiért kiállt volna. Egyszer nem mond igazat, egy olyan legendát gyárt maga közé, ami nem igaz. Ami meg a törvényt illeti, én abban a balszerencsés helyzetben vagyok, hogy tagja vagyok a Törvényalkotási Bizottságnak, és kezdettől fogva nyomon követtem ennek a törvénynek az útját, és hát én olvastam a törvényt, nem tudok más mondani. Abban a törvényben az szerepel, hogy az az információ, az a tudás, hogy léteznek meleg, leszbikus, biszexuális emberek, ez a tudás önmagában, ez az információ, ez a gyerek veszélyeztetésének számít. Egy hajszálnyira van ez a törvény attól, hogy azt mondja ki, hogy önmagában a léte az LMBTQ közösségnek, az fenyegeti a gyerekeket. Ezt nem lehet másnak értelmezni, mint egy súlyosan melegellenes, megbélyegző homofób törvénynek. Ha már a Törvényalkotási Bizottságban ilyen részletesen látta, hogy hogy alakul ez a törvény, megvan az a pillanat, amikor a pedofil ellenes jogszabályba bekerült ez a vonal? Mert hogy magára a pedofilokkal kapcsolatos szabályozásra mindenki azt mondja, hogy szükség van. Sokan mondják, hogy az áldozatvédelemre, a megelőzésre még nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni, de az viszont fontos, hogy ezt rendezze egy törvény. Szóval, hogy mikor került bele ez a vonal? Vannak azért ott olyan pontok a pedofiliával kapcsolatban is, amik kimaradtak, és mi sajnáljuk, hogy kimaradtak. Ide tartozik elsősorban a katolikus egyház vizsgálata, a gyerekek erősebb védelme, hiszen azért látjuk külföldi példákból, Lengyelországból, Írországból, Franciaországból, hogy ez egy létező probléma, amit ez a törvény is általában a kormány egyáltalán nem foglalkozik ezzel a problémával.
De a pillanat az nagyon világos. Ebben a törvényben eredetileg is voltak furcsa jogszabályok, mert nem lehetett érteni, hogy miért pont a pedofilia elleni jogszabályokba kellett beiktatni annak az egyébként elég abszurd alkotmányos szabálynak az átvezetését a családjogi törvényen, hogy az anya nő, a férfi, apa férfi, stb., amiről hát akkor is mondtuk, hogy egy humbug, semmi különösebb értelme nincsen, de az nagyon világos volt, hogy ez a törvény elfogadása kedden volt, ez előző héten, szerdán este érkezett meg a törvényalkotási bizottság csomagában. Mint a törvényalkotási bizottság kormánypárti képviselőnek módosító javaslata, körülbelül ugyanannyi szöveg, mint amennyi eredetileg benne volt a törvényben, hogy világosak legyenek az arányok. Tehát a parlamenti vitát, az általános vitát kikerülve az utolsó pillanatban csempésztek be egy teljesen új törvényt lényegében ebbe a törvénybe. Na, hogy ennek mi lesz a sorsa, meg ugye most egy hetet kapott a magyar kormány, hogy az Európai Bizottság konkrét levelére, meg a konkrét kritikákra válaszoljon, ezt majd meglátjuk, de van egy másik fontos témánk, ugye, már itt mondtam a híradó végén, hogy szerintem sok nézőnk emlékszik rá, hogy 2010 után a Nemzeti Eszközkezelő révén devizahitelesek lakásait vásárolta meg az állam. Sokan még dicsérték is ezt a konstrukciót, hogy ez az akár jól is működött, és ugye amik most bennmaradtak, azokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat által létrehozott non-profit cég megkapja ingyen az államtól, és egy eléggé sarkos közleményben reagált ön erre, amiben olyan kitételek vannak, hogy lakásokat játszik át az állam, a mutyimániájuk miatt családokat sodornak veszélybe, miközben szakértők azt mondják, hogy ez akár egy jól működő szociális lakásügynökség alapja is lehet, amire viszont mindenki az ellenzék szerint is szükség van. Abszolút, ugye a szociális lakásügynökség koncepció, ezt civil szervezetek többek közt a Habitat for Humanity dolgozta ki, és ez egy jól működő koncepció, nyilván most egy ilyen reggeli műsor keretében talán messze kanyarodnánk, hogyha ezt ne kellnánk részletesen elmagyarázni, de ennek a lényege az, hogy segít abban, hogy a szabad lakások, akár állami, önkormányzati, vagy más kézben, magánkézben lévő lakások, és a potenciális bérlők egymásra találjanak, és ehhez támogatást kapjanak, és nagyobb biztonságban legyen a bérbeadó és a bérlő is. Tehát ez egy teljesen jó dolog. De hát itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy van egy állami lakásállomány, egyébként nem csak ezeket a lakásokat kapja meg ez a két szeretett szolgálat, hanem megkapnak ezen kívül egyéb az állam által kezelt önkormányzati lakásokat is. Az állam szabadul a saját feladatától. Az eszközkezelő valóban alapötletnek jó volt, sokkal kevesebb lakást vett meg, gyengébben működött, nem adtak neki elég pénzt, tehát nem működött jól ez a rendszer, de itt azért több ezer család van ma is ebben a rendszerben. Ezeknek a védelméről lemond az állam. Azt mondja, hogy oké, ezt odaadjuk valaki másnak. És ezzel van probléma, mert a felelősségtől az állam nem szabadulhat meg, csak ez a felelősség az önkormányzatoknál fog maradni. Ha valakinek lakás, nincs, elveszti a lakását, nem tudja fizetni, vagy nincs lakása, akkor, bocsánat, de itt most kőbányai példát mondok, itt a kőbányai önkormányzatban Mustó Géza alpolgármesternél fog kopogtatni, hogy az önkormányzat adjon neki lakást. És nem mondhatja neki azt az alpolgármester, hogy drága asszonyom, vagy drága uram, hát tessék átmenni szembe a Szent László templomba, és ott tessék kopogtatni lakásért. De most ennek alapján akár mondhatná is? Tehát, hogyha ennél a non-profit cégnél vannak lakások, és egyébként valóban igaz az, hogy ők eladhatják majd ezeket a lakásokat, de a törvényben benne van, hogy a bevételt az lakásgazdálkodásra kell költeni, és az ingatlan állomány fejlesztésére, ami egyébként ezen lakásokkal kapcsán nem túl jó, mert ugye aki devizahiteles bajba jutott, az általában nem olyan lakásban él, ami fú, de nagy piaci értéket képviselne. Szóval, hogy ez nem egy egyszerű feladat, és egyébként ez a két szeretett szolgálat részt vett a szociális munkában, akkor is a devizahitelesekkel kapcsolatban, és a szakértők szerint jó munkát végeztek. De ez rendjén is van, és én azt gondolom, hogy a lakáspolitika egy olyan terület, ahol mindenkinek lehet és van feladata. És akár természetesen az egyházi szervezetek is nagyon jó, hogyha ebben részt vesznek, hogyha többletet adnak, de a feladatot nem vehetik át az államtól. És azért az nem egészen úgy van, hogy itt nincsen visszaélési lehetőség, mert lehet, hogy a maga a lakás értéktelen, vagy rossz értékű, de attól még a ház vagy a terület lehet értékes. De én nem tételezek föl itt senkiről rosszat, nem mondom azt, hogy itt valamilyen rossz állék van, azt mondom, hogy nincsen garancia. Ezeknek a lakóknak az állam azt ígérte, hogy megmenti őket, és gondoskodik róluk. Most pedig azt mondja, hogy ha vigye valaki más ezt a problémát.
nem jó, hogyha az állam a saját feladataitól megszabadul, nemhogy nem jó, ezzel mélyen nem értünk egyet, kiszolgáltatottá teszi a lakókat, és őket az nem fogja vigasztalni, hogyha utcára rakták őket, hogy a bevétel az benne marad ebben a lakásügynökségben. Az legalább így ezzel rendszeren elmondható, hogy azért az állam azt is elismeri, hogy igenis létezik egy olyan társadalmi réteg, ami nem tud piaci alapon lakáshoz jutni, mert ugye folyamatosan a saját tulajdonú lakást presszionálja az állam. Elismeri, csak erre nem az a válasz, ami a helyes válasz lenne, hogy akkor támogatjuk az önkormányzatokat, vagy akár civil szervezeteket, hogy hozzanak létre, vagy egyházi szervezeteket, hozzanak létre új szociális bérlakásokat. Az egyik legfontosabb dolog a lakáspolitikában az lenne, hogy komoly állami források legyenek szociális bérlakás építésre, hanem éppen ellenkezőleg attól is megszabadul, ami nála van, attól a bérlakástól. És ez nem jó. Ez a Fidesz kormánya a szociális problémákat általában úgy kezeli, legyen szó akár a lakásügyről, akár mondjuk a romákról, hogy azt mondja, hogy oké, nekem ehhez semmi közöm nincsen, ellépek tőle, odaadom valakinek, küzdjön vele ő, viselje ő a felelősséget. Nem mondhat le az állam a szegény sorsú honfitársaink iránti felelősségét. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.